Ingatlanpiaci tanácsadó műsorunk második részében most a vásárló szemszögéből nézzük meg, hogy mivel kell szembenéznie azoknak, akik új vagy nagyobb lakásba szeretnének költözni. Megkérdeztük szakértőnket arról is, hogy mire kell nagyon odafigyelni, amikor kiválasztunk egy új ingatlant, és hogy milyen állami támogatásokat vehetnek igénybe a családosok, és azokra is gondoltunk, akik az agglomerációba szeretnének költözni. Nézzük most a vásárló szemével a történetet, hogyha szeretnék venni egy lakást, van valamennyi pénzem, fölveszek hitelt. Itt Újbudán nagyjából milyen lehetőségeim vannak, akár itt számok szerint is, tehát honnan indulnak a négyzetméter árak, hogyha egy család mondjuk gondolkodik abban, hogy szeretne egy új otthont, egy nagyobb otthont, milyen segítséget kaphat a kormánytól támogatások tekintetében, most minden érdekes. Azt kell, hogy mondjam, hogy a vevő szemével nézve szomorúbb a kép, mint hogy az eladó szemével néznénk ugyanezt a képét, hiszen az elmúlt két évben nagyon felmentek az ingatlanárak, ebben a kerületben is évről évre 20-30%-kal drágultak az ingatlanok, és ez ugye egy három év leforgása alatt közel 60%-os érték növekedést jelentett, amit egyébként ugye az eladók nagyon jó ki tudtak használni, és szinte hónapról hónapra követték ugye ennek az ingatlanpiaci áremelkedésnek a mozgásait, de sajnos ugye a vevők ezt egyre nehezebben élték meg, bár már egy picit egyébként érezzük, hogy belassult ugye ez a növekedés, vagy megállt a növekedés, és csökkent a vevői kereslet, ez ugye nagyon magas négyzetméteráraknak köszönhető. Négyzetméterárak tekintetében a kerületben 5-600 000 forintos négyzetméterárakat tapasztalunk, lassan már a panelek kategóriájában is. Az új épületek, ugye az új építésű épületek, mint ahogy itt is látszik, ugye még kivitelezés alatt állnak, tehát ezeknek a négyzetméterára még nem feltétlenül jelent nyomást a piacra. Egyébként az új szerű épületek vannak ma a piacon, 10-12 éve épült épületek esetében nem ritka a 700 000 forintos négyzetméter ár, ami egyébként nagyjából arra utal, hogy az új építésű ingatlanokat ma meg tudjuk vásárolni ugyanúgy körülbelül 700 000 forintos négyzetméter áron, de várhatóan ezeknek további érték növekedése lesz. Tehát akár még a befejezés előtt vásárolunk, vagy akár már a befejezett épületekből vásárolunk, akkor ezek valószínűleg már 750-800 000 forintos négyzetméter árban fognak elkelni. A kerületben egyébként minden ingatlan típus iránt nagyon nagy a kereslet, tehát a tégla, a panel, a kisebb és a nagyobb épületek iránt egyaránt, illetve ugye ahogyan kifelé haladunk a kerület széle felé, akkor ugye a családi házakkal, ikerházakkal találkozunk. Itt 450-500 000 forintos négyzetméter árakkal kell, hogy megbarátkozzon, aki vásárolni szeretne. És el kell, hogy mondjam, hogy Budapestnek a kettő olyan panel lakótelepe van, ahol extrém magas négyzetméter árak vannak. Az egyik a harmadik kerület, ugye a Pók utcai lakótelep, a másik pedig ugye Gazdagrét. Itt egyébként ugye a kerületben jellemző téglaáraknál is magasabb négyzetméter árak vannak a panelok esetében. Úgyhogy egyébként a kerület nagyon sok szempontból érdekes és izgalmas, de sajnos a vevők szemével nézve nagyon sokszor már megfizethetetlen. Ebben egyébként egy kicsit tompít vagy segít ugye az a támogatási rendszer, ami a 2-3 gyermekeseknek ugye a csok lehetőségét biztosítja. Valójában itt a legnagyobb lehetőség a 3 gyermekesek esetében az új építésű ingatlanok vásárlásánál van meg. Ez ugye egy 10 millió forintos visszanemtérítendő támogatás és egy 10 millió forintos kedvezményes hitelt jelent. Aki ugye 2 gyermek után szeretné hasonlót igénybe venni, az 2-3 millió forintos támogatásra számíthat, attól függően, hogy új vagy használt lakást vásárol, ami nagyon fontos, érdemes ezt azért ugye igénybe venni, de valójában ugye ez markánsan a 3 gyermekeseknél jelenik meg, illetve azért a 2 gyermekeseknek is elmondanám azt, hogy ha tervezik a 3. gyereket, akkor nyugodtan vegyék igénybe a 2 gyermekek után járó kedvezményeket, mert ez kiegészíthető, tehát nem maradnak le ezzel semmivel. Érdemes azért ugye ezeket a lehetőségeket szem előtt tartani és figyelembe venni. A kormányzat egyébként, ha a kommunikáció szerint ezeket a támogatási rendszereket inkább növelni szeretné, mint sem elvonni a jövőben. Arra is azért ugye vannak iránymutatások, hogy valószínűleg ez inkább a vidéket fogja jobban fejleszteni, mint a fővárost. Tehát nem vagyok abban biztos, hogy a főváros több lehetőséget kap ebből a szempontból, de talán kevesebbet sem. Úgyhogy érdemes azért minél előbb megfontolni, körbenézni annak kapcsán, hogy milyen lehetőségeink vannak és vásárolni, mert az árak viszont emelkednek, és az új építésű lakások például fogynak. Tehát a használt lakáspiacon stagnálásra számíthatunk, az új építésű lakások piacán pedig a csökkenő készlet miatt. Egyrészt arra, hogy kevesebb termékből választhatunk, másrészt pedig ugye magasabb áron tehetjük meg ugyanezt. Az ingatlan hirdetések sokszor megtévesztőek lehetnek, nem szabad elhamarkodva dönteni. Sokakban felmerül a kérdés, hogy érdemes-e ingatlan ügynökök segítségét kérni a vásárláskor. Mire kell odafigyelni, mire kell vigyázni, hiszen nagyon sokszor vannak olyan lakások, amelyeket eladásra kínálnak, amelyek irreális áron vannak hirdetve. Egy hétköznapi ember, aki életében először vagy életében csak egyszer vásárol lakást, talán a legtöbben így vannak, mire kell, hogy vigyázzon, mire kell, hogy odafigyeljen ilyenkor?
Az árazásban azt veszük észre, hogy az ügyfelek nagyon felkészültek, nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, még akkor is, hogyha még nem néztek meg egyetlen egy ingatlant sem. Ezt ugye az internet teszi számunkra nagyon könnyűvé és egyáltalán elérhetővé az információkat, hiszen az interneten böngészve a legnagyobb hirdetési portálokon több tíz vagy néha több száz hasonló ingatlant is találunk ahhoz, amit mi megálmodtunk magunknak. Tehát érdemes egy picit előzetesen tájékozódni. Ugye nagyon fontos, azt viszont tudjuk, és a fejünkbe véssük, hogy ezek olyan árak, amiket a tulajdonosok megálmodtak, de nem biztos, hogy megfizeti ezt a piac. Tehát egy pici alkuval, vagy legalábbis egy némi realitásérzékkel érdemes ezekhez az ingatlanokhoz közelíteni. Ezek mellett ugye azért arra is föl kell, hogy hívjuk a figyelmet, hogy az ingatlan piacon nem minden termék hibátlan, vannak, amik műszakilag vagy jogilag problémásak. Nagyon fontos, hogy szakembereket vonjunk be, tehát hogyha műszaki problémát észlelünk, akkor olyan szakembert, aki valóban ért ehhez, és nem a munkát keresi mondjuk egy burkoló, és el akarja fedni az adott hibáját az ingatlannak, hanem valós szakembereket hozzunk egy komoly problémához. Kisebb probléma esetén azért ez nem feltétlenül merül fel. A másik nagyon fontos szempont az, hogy jogi problémák vagy jogi nehézségek adódhatnak, tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen pénzmozgás, elköteleződés, szerződés csak ügyvéd előtt, felkészült ügyvéd előtt történjen. Nem szabad kapkodni, és azokat a helyzeteket kifejezetten kerülni kell, amikor a vevő úgy érzi magát, hogy ő nem komfortos az adott szituációban, beszorították őt a sarokba, akkor érdemesebb inkább egy picit várakozni, vagy elszalasztani azt a kecsegtetőnek tűnő lehetőséget, mert nagyon sokszor a kecsegtetőnek tűnő lehetőségek olyan problémát jelentenek, ami sokszor milliós, tízmilliós károkat okoz a vevőnek. Tehát érdemes körbenézni, szemlélődni, szakembereket bevonni, és egy nyugodt felelősségteljes döntést hozni, hiszen egyébként a tapasztalatunk szerint egy átlagos magyar család, még hogyha mobilabb is, rugalmasabb is, mint a nagy átlag, 15-20 évre vásárol ingatlant. Egyébként az illetékkel, vagy az tranzakciós költségekkel is sokszor több mint 1 millió forintot költ a lakáson a vételáron fölül, tehát ezeket nem szeretnénk ismételni, úgy gondolom, hogy 1-2 éven belül egy rossz döntés esetén megfontolt döntést kell hozni. Az ingatlan közvetítők, az ingatlanpiac szakemberei minden nap találkoznak azokkal a problémákkal, amivel az átlagember csak 20 évente egyszer, és nagyon fontos, hogy ezáltal ugye nekünk nagyobb ismeretünk, nagyobb rálátásunk van a szakmára, rengeteg információ van nálunk, és nagyon sokszor már látjuk előre azokat a ballépéseket vagy problémákat, amiktől szeretnénk megvédeni az ügyfeleinket, tehát ezért érdemes szakembereket bevonni. Ezek mellett azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban pont az internetnek a térhódításának köszönhetően nagyon sokan az interneten maguk el tudták adni az ingatlanokat, vagy vásároltak egy-egy ingatlan. Ennek egyébként a likvid ingatlan kategóriában megvan a lehetősége és megvan a realitása, de nem biztos, hogy valaki jól árazza be az ingatlanát, tehát lehet, hogy már azon veszít, hogy olcsón adja el az ingatlanát, vagy egy vevő drágán vesz egy ingatlan, tehát ezt viszont az internet nem feltétlenül fogja senkinek ugye ezeket a plusz információkat megadni, de lehetőségként mindenféleképpen ott van. Viszont ugye a nem annyira likvid ingatlan kategóriában már azt veszük észre, hogy az ügyfelek nem járnak sikerrel az internetes hirdetési portálokon, tehát ahol nem akkora nagy a kereslet, hogy ezt könnyedén el lehessen adni, ott mindenféleképpen érdemes minél előbb ingatlan közvetítőt bevonni, hogy ne fél évekig, egy évekig áruljuk az ingatlan, vagy ne kelljen akár többszörös árlejtés után csökkentett áron értékesítenünk azt. Ha nincs arra anyagi lehetőségünk, hogy álmaink otthonát Újbudán vásároljuk meg, de nem szeretnénk nagyon messzire költözni a megszokott kerülettől, akkor az agglomeráció jelentheti a legjobb megoldást. Az ingatlan piaci befektetők már évek óta több olyan lakónegyedet építettek a városon kívül, ahonnan néhány perc alatt elérhető Budapest, de az ingatlanárak jelentősen kedvezőbbek, mint a főváros határain belül. Mi a Biatorbányon létesült Tó Park ingatlan komplexumot látogattuk meg. Elsősorban a város a városban koncepció az, ami nagyon megfogja az embereket. Ez egy teljesen egyedi dolog, nem csak Magyarországon, véleményem szerint Közép-Európában is, ami itt körülvesz minket a Tó Parkba. És kell az új az embereknek, nem kell a tucat, kell olyan, ami még nincsen. És azért azt még egyszer hozzátenném, hogy rettentően jó árakkal dolgozunk. Véleményem szerint a 11. kerülethez képest, nézvén a statisztikát, ez a jelenlegi statisztikára értendő, 20-25, bizonyos esetekben 30%-kal olcsóbb négyzetméter árakkal dolgozunk. Itt teljesen zöld környezetben, itt 22 hektáros területen irodákkal, illetve a kereskedelmi szekcióval együtt értendő ez az alapterület. Teljesen zöld környezetben élhetnek a lakók, akár a tópartján, akár pedig ugye a M1-es M0-as felüli oldalon. Nagy Csaba, a Balla ingatlan újbudai vezetője részletesen megmutatja nekünk, hogy mire figyeljünk feltétlenül, ha megnézünk egy új lakást.
Miután beléptünk, nem mondok ezzel újat, hogy a bejárati ajtó állapotát kell ellenőrizni, illetve az, hogy maga a bejárati ajtó rendesen csukódik-e, kilincsek nagyon fontos, működnek-e. Hát ugye amikor egy úgynevezett lakáskönyv alapján megnézi a kedves vásárló, hogy mi az, amit kap, szépen tételesen végighaladunk rajta. Érdemes megnézni a küszöb állapotát, az ajtószintezését, amint belépünk a burkolatok állapotát, hogy rendesen megvan-e csinálva az illesztés. Érdemes megnézni a lábazati részt, ugye, hogy ott is rendesen dolgoztak-e a burkolók. Érdemes kipróbálni ugye a mosdót is, tehát a vizes rangokat is, magát a toalettet leöblíteni, hogy rendesen után tölte. Az elszívó például működik-e? Fürdőkád, mosdó, itt is érdemes kipróbálni, ugye, hogy működik-e. A fürdőkádat azt most engedjék meg, hogy ne próbáljam ki majd este. Látható, hogy az alsó szekrény rendesen csukódik, tehát a fiúk jó munkát végeztek. A törölköző szállítós radiátort ugye szintén érdemes kipróbálni, ez általában azért elég gyorsan felfűt, hogy rendben van. A következő pedig hát maga a fűtés. Itt a tóparkban mennyezeti hűtés-fűtést alkalmazunk, ami egy rettentően modern és nagyon kevés helyen megtalálható dolog. A következő lépés, amit én mindenféleképpen megvizsgálok egy új lakásban, az a nyílászárók állapota. A nyílászáró egy nagyon komoly tétel, tekintettel arra, hogy itt a épületekben elektromosan mozgatható redőnyök vannak, érdemes kipróbálni őket, hogy ezek működnek-e. A másik dolog pedig a nyílászárók állapota szintén. Ugye ezek bukónyíló nyílászárók, ki kell őket próbálni. Minden nyílás zárott, működnek-e, szemmel láthatóan működnek, tehát nem maradok szégyenbe. Amit még feltétlenül ki kell próbálnunk, ugye az elektromos kapcsolók, áram, minden kapcsolót érdemes megnézni. Hát ugye látszik ott a lábazati részen, rengeteg kapcsoló lett és dugaj lett kialakítva, ez manapság már követelmény. Még a teraszon ugye a burkolást, ha van terasz a lakásnak. Itt is érdemes megnézni a teraszburkolás minőségét, a fugázást, de ez már tényleg úgymond nüansznyi dolog. Igazán a terasznak a penthouse lakásokban, a nagy alapterületű, nagy terasszal rendelkező lakásoknál van komoly jelentősége annak a minőségének a megvizsgálása, hogy ezeknél a penthouse lakásoknál tekintettel arra, hogy nagyon nagy méretű teraszok vannak, itt azért érdemes odafigyelni a teraszburkolásra, de ettől függetlenül természetesen, mivel ezt is megveszünk hozzá, az ember megnézi, hogy ezen a néhány négyzetméteren ez rendben van. Teljes műszaki dokumentáció rendelkezésünkre áll, ha nem így lenne, az lenne a baj. Tehát tudjuk, hogy hol futnak a vezetékek a falban. Elég jellemző kérés az a vásárlók részéről, hogy a dugaljakat, illetve a kiállásokat mondjuk ne ott helyezzük el, vagy ne abban a magasságban helyezzük el. Most már ugye olyan stádiumban van a Tópark projekt lakásátadás kivitelezése, lakásszekciója, hogy most már átalakításokat nem végzünk. Amikor a kedves vásárló beköltözött, rendelkezésére bocsátjuk a műszaki dokumentációt, és az alapján ugye saját mesterembereivel el tudja végeztetni a kért át, vagy szükséges átalakításokat.